A Felvidéki Egyesület kórusa verselt és énekelt a Múzeumok Éjszakája kezdő programjaként. Családok gyerekekkel, kisebbekkel, nagyobbakkal és idősek is kilátogattak a Bonyhádi Múzeumok Éjszakája programsorozatra. Akad olyan vendég is, aki most van itt először, de vannak olyan látogatók, akik már tavaly is részt vettek a színes programkavalkádban. Jó emlékkel indultak neki az ideinek is. Jó volt, nagyon tetszett, főleg a kislányomnak akkor volt happarti is. Úgyhogy az volt a fő, ami tetszett neki, úgyhogy... Igaz? Igen. És mit szeretnél te most látni? Miért jöttél? Mire számítasz? Az Artfestre. Nem voltam még egyébként, én nem voltam még. Így a műsort, éneket, meg táncokat ilyen neked szoktam megnézni. Ugye a százan csinálják egymás mellett egy sorba, akkor az hatékony a csatába. Vagy hogyha beállnak és az egyik... Fölfele tartja, a másik előre szegezi, a másik előre szegezi a fegyverét, akkor ezeket akár váltani is lehet. A Haramza testvérek rendszeresen fellépnek hasonló történelmi hagyományőrző rendezvényeken. Fegyverbemutatójuk, lovagi öltözetük és bajvívásuk mindig nagy érdeklődésre tart számot. 15. századi technikákat mutattak be. A bemutató után fáradtan, de annál lelkesebben adott interjút Haramza Márk. Mi a 14. század végével, 15. század elejével foglalkozunk ennek a korszaknak a hadi kultúrájával. Ez egy nagyon izgalmas és azt gondolom, hogy magyar történelemben egyedülálló korszak, amikor a lovagi kultúra egyszerre van jelen a keleti lovasnomád hagyományokkal a harcászatba. Ennek sok nyoma fölvehető, vagy fölfedezhető, amit mi látunk itt az alapvetően most a klasszikus nyugati mintájú nehéz páncélos harcászat, mind lovas, mind gyalogos vonatkozásába. A Haramza testvérek kiváló páros, minden rezzenését ismerik egymásnak, így aztán tökéletesen tudnak együtt dolgozni, fellépni. Öcsémmel most már több mint körülbelül egy-két évtizede mozgunk így együtt vívásba, különböző stílusokba, és sokkal jobban megismerjük a másiknak a mozgását, tudjuk azt a rezüléseiből, hogy mi van, hányadán állunk, van-e sérülés, van-e probléma, mire gondol a másik, tehát így egy kiegyensúlyozott a vívást tudunk bemutatni a látogatóknak. Amióta létezik a Múzeumok Éjszakája, azóta a bonyhádiak bekapcsolódnak az országos programba, mondta dr. Farkas István Gergő, a Völgységi Múzeum igazgatója. Az a célunk, hogy minden évben valamilyen újszerű programot mutassunk a bonyhádiaknak, illetve az érdeklődő völgységi közönségünknek, és bízom benne, hogy tavaly ez sikerült, és idén is sikerülni fog. A Haramza testvéreknek a lovagi játéka az, ami Bonyhádon még sohasem volt, tehát ez mindenképp egy újdonságnak tekinthető. Emellett természetesen különféle kórusok fellépések, táncdal, különféle szavalások, illetve mindenféle gyermekeknek szánt program az, ami korábban még nem volt elérhető, ezzel igyekszünk valamilyen újdonságot hozni Bonyhádra. Azaz, magassa! Igyekszünk mindenkit megszólítani, ezért párhuzamosan futnak gyermekprogramok, illetve a felnőtteknek borkóstoló, különféle hadijátékok. Igyekszünk olyan programokat szervezni, aminek van egy gyermekeknek szánt része, illetve egy felnőtteknek szánt része. Így remélhetőleg mindenki megtalálja a számítását a Völgységi Múzeumban. Egyébként az utóbbi években egy pozitív trend bontakozott ki, rendkívül sok fiatal látogatónk van, így bízunk benne, hogy lesz egy ilyen múzeumok iránt érdeklődő generációból utánpótlás. A Völgységi Múzeum épületében és a Tűzoltó Múzeumban is éjszakai tárlatvezetést tartottak. A hagyománytisztelet, az emlékek őrzése, ápolása jól érzékelhető volt a kiállítási anyagok láttán. A Bonyhádi Múzeumok Éjszakáján többek között fellépett a Kránclány Néptánc Egyesület is.